A sajtótájékoztatóra reagálva az alábbi közleményt juttatta el szerkesztőségünkhöz Nagy István polgármester, idézem. A mosonmagyaróvári MSZP két hetente tartott sajtótájékoztatónak átszázott gyűlölet kampányának újabb fejezetéhez érkezett. Az eredetileg a belváros rekonstrukciójáról szóló sajtótájékoztatón azonban a mocskolódó gyűlölködő arcát mutatta Szentkuti Károllyal megújult helyi MSZP. E tájékoztató kulcskifejezései a fideszes vazalusok, a takarékmutyi, a mamelukok és a pofázás volt. Ezzel az alpári stílus ellen határozottan tiltakozunk, s visszautasítjuk a becsmérlő kifejezéseket. Ez nem a mi világunk, s ezt a kesztyűt nem kívánjuk felvenni. Vitatkozni tényekről szokás, mi mindig értékekről és munkáról beszélünk. Ha ez az alpári szintre lesüllyedő új kommunikációja a helyi MSZP-nek, akkor azt nagyon sajnáljuk, határozottan visszautasítjuk, s ezen a szinten nem kívánunk vitatkozni, áll a közleményben.